Ellenzi a román Vülcse a vezetése, hogy az Európai Kézilabda Szövetség az eredeti kiíráshoz képest korábban tűzte műsorra csapatuknak a Győri Audiétó KC elleni bajnokok ligája elődöntő visszavágó mérkőzését. A román Mediafax hírügynökség azt írja, Peter Berbekau, az Olcsim elnöke, beadvánnyal fordult az Európai Szövetséghez, és kérik az eredeti program betartását, vagyis hogy ne április 11-én csütörtökön, hanem 13-án vagy 14-én legyen a visszavágó. Az EHF kedden közölte, hogy a két csapat második mérkőzését a Veszprém Arénában csütörtökön rendezik majd. De a román együttes szerint ez azért hátrányos számukra, mert a hétközi időpont miatt várhatóan kevesebb szurkolóig tud majd elutazni Veszprémbe. Az Olcsim felkínálta az Etónak azt a lehetőséget, hogy 6-án játszanak Veszprémben és 16-án Bukarestben. A magyar csapat azonban mindenképpen itthon akarta játszani a visszavágót, amire csoport elsőként jogot szerzett. Kelecsényi Ernő, az Audiétó elnöke az MT-nek azt mondta, kizárólag az EHF dönthet arról, hogy elfogadja a kéréseket, és miután hivatalosan kiírták már 11-ére csütörtök 19 órára Veszprémbe a visszavágót, a két csapat minden bizonnyal ezen a napon fog pályára lépni. Az Eto egyébként a győri szurkolók számára buszt indít az elődöntőre, a buszjegyeket a mérkőzés belépőkkel együtt lehet majd megvásárolni. Az elődöntőkre március 21-én kezdik meg a jegyek értékesítését, az NB1, illetve a BL ülő- és állóbérletesének elővásárlási joga lesz. Akik nem rendelkeznek bérlettel, azok március 27-e után juthatnak belépőjegyhez.